És lesülöm Silvester. Sziasztok! És ma kolsibukat fogunk bemutatni. Kettőt már bemutattunk nektek, és kaptuk a harmadikat. Összevetjük, melyik mit is tud. Ódákat nem akarunk róla zengeni, mert múltkor már bemutattuk a kettőt, ugye? Úgyhogy marad most egyelőre a Roborock S50 porszívója. Annyit kell róla tudni, hogy ez az úgynevezett második generációs, nem tudom, hogy miért hívják második generációsnak, amikor semmi közük egymáshoz, mert sokan összekeverik ezzel, hogy ez az első generációs porszívó, ez pedig a második generációs, pedig nem is ugyanaz a gyártó, igazából csak annyi a közös bennünk, hogy mind a kettő a Xiaomi terméke, a Xiaomi neve alatt fut. Mi az, amit kell tudni róla? Sokan el vannak állóban attól, hogy ez a porszívó tud felmosni. Aha. Szerintem ez a felmosás funkció nem egy nagy mutatvány, igazából csak összetörli a port. Mintha mi ilyen kb. Olyan vizes rongy. Így van, mint egy vizes rongyal csak összepucolnánk. Nagyon sok értelmét én nem látom, ára érték arányban szerintem nem ér annyit a felmosás funkció, mint amennyiben kerül. Nézzük is gyorsan, mi az, amiben különböznek egymástól. Azt már elmondtuk, hogy a Mia és a Xiaomi porszívója miket tud. Nézzük a Roborockot. Láthatjátok, hogy a Roborocknak egy egészen pici portartálya van csak a többihez képest. A legnagyobb portartállyal viszont a Xiaomi porszívója rendelkezik. Igen. Amit még tudnotok kell, Roborock almárka néven fut, tehát ugyanazok a vezérlési lehetőségek vannak bent, mint a Xiaomi-ban. A szoftverében egy dolog van, ami nagyon tetszett, hogy el tudom küldeni a lakás bizonyos pontjára, rábotok, és ott pedig feltakarít, utána pedig visszamegy a dokkolójára. Én azt hiszem, hogy nem kell többet elmondani, rengeteg embernek van Roborock S50-e, mindenki tudja, hogy mit tud, mindenki tudja, hogy szoftverileg hogyan működnek, hogyan nem működnek. Szerintem nézzük is meg, hogy bekapcsoláskor hogy viselkednek. Igen. Tegyük föl őket a töltőre. És porszívózzanak is. Ez mindig a te feladatod. Úgyhogy mutatjuk is meg, cause we need each and every one of you to go along with the song. You ready? Sing it with me. Yeah.
a két porszívó nem szeretik egymást. Nézd meg! Ugye a két-két fia, most mindig megszavarják egymást, és mindig azt hiszi a másik porszívóra, hogy akadály két lesz maga előtt, és ebből nem lesz normális két-két méter, ahogy látom, nézzétek meg! Megtalálják egymást, nem jut a gülőre ki az erőse. Igen, hátra, igen. Nem jöltek. Egy porszívó, egy szoba. Három porszívó, egy szoba. Nem jöltek. Szerintem ezt ki lecsinálják. Sajnokat, az így úgy, ahogy lesz a dolgát, de ők ketten. Na, meg is volt a takarítás. Neked melyik tetszett a legjobban? Hát, nekem ez. Neked ez tetszett a legjobban? Kinézetre, nekem is ez tetszik a legjobban. Viszont logikailag én szerintem a Mia porszívó takarít a legjobban. Ő neki van a legjobb logikája, mert első körben végigment ezen a szobán, és utána faltól falig kezdett el takarítani. Ami nekem nem tetszett az esőtlen nem, hogy ő is körbe ment a szobán, feltérképezte a szobát, mint tudjátok, ezen is van ez a térképész dolog. Viszont a szoba háromnegyedéig ment el, ott feltakarított, a videóban ugye láttátok, és utána azt az egy méteres kihagyott részt utána ment, és utána takarította föl. Szerintem logikailag nem helyes, ahogy csinálta, sajnos a porszívó meg a szokásos. Jövök, megyek össze-vissza, egy órán keresztül porszívózott, viszont szerintem ez is szépen föltakarított, nem? Ez is szépen föltakarított. Szuper, úgyhogy... Mind a három jó volt, így ahogy mondod. Amit esetleg az én véleményem árérték arányban, ha nem kell a térkép, akkor a Sajovát ajánlanám. Ő egy 250-280 dollár környékére tehető. Ha nagyon fontos a térkép, és tényleg nem akartok 100-150 dollár kifizetni azért, hogy feltöröljön vizesen, aminek, mint mondtam, sok értelmét nem láttam, akkor én ezt választanám. Te még mindig ennél vagy, igazából igen. Mondjuk el, hogy ez a legszebb. Az összes közül kinézetre tény és való ez a legszebb. Tudásra, szoftveresen is többet tud, mint a Mia porszívója. Viszont árérték arányban, hogyha tényleg az a legfontosabb, hogy kinek mennyi van a pénztárcájában, és ezt mindenkinek magának kell eldönteni, akkor mindenképp az első generációs, ha nem fontos a térkép, akkor pedig a Xiaomi porszívóját tudnánk ajánlani. Igen.
Azt hiszem mindent elmondtunk és mindent bemutattunk a három porszívóról. Elméletileg most érkezik egy újabb sajó a porszívó, még nincsen hivatalos információnk róla. Szerintem azt is tesztelni fogjuk. Igen. Összevetjük őket, és akkor hadd menjen a tánc négy porszívóval. Igen. Örülünk, hogy megnéztétek ezt a videónkat is, és szerintem mi is köszönünk, jövünk a következő teszttel, ami egy rizsfőző lesz a Shiny-tól. Én Árnyi voltam. Én meg Szilveszter. Sziasztok! Sziasztok!